Hogyha fáj, hogyha nem szabad, még mindig itt van.
A művelődési központ jelenlegi tárolásának minőségi és mennyiségi növelése a tanórán kívüli formák elterjesztésében. A programok révén pedig a művelődési házat igénybevevő köre bővült. A projektben a szakmai megvalósító kiválasztásánál elsődleges szempontunk a megfelelő szakértelem volt. A Guggenfai Általános Iskolánál szintén egy kézműves szakkört valósítottak meg Éri Judit vezetésével, volt hagyományozás népi játékok, tehát néptánc szakkör, Cindy vezetésével, a dráma órát ennél az intézménynél is Szarai Ilona tartotta, és szintén egy nyári tábor formájában önismereti hetet valósítottunk meg. Itt a foglalkozás vezető Ferenci Gabriellel is jó magam, kísérő pedagógusok az intézmény részéről pedig Éri Judit és Falus Rédikó voltak. A Káptalanfai Általános Iskolánál szintén egy kézműves szakkört választottak, ezt eleinte dr. Kozalényi Takács Gabriella vezette, majd pedig őt követte Gerdei Krisztina. Táncpedagógia szakkör is megvalósult, melynek vezetői Szerencse Károlyi, majd Ramasz László, illetve egy helytörténeti szakkör, melyet pedig Csordás Anna vezetett. Honismereti témahelyet választottak ebben az intézményben. Itt a foglalkozás vezetők voltak Ferenci Gabriella és jó magam, az intézmény részéről pedig kísérő pedagógusok, Csordás Anna Tünde és Gerdei Krisztina. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a projektünkben, aki támogatott minket, vagy bármi módon segítette, hogy ezt a 14 hónapot sikeresen lebonyolíthassuk. Köszönöm szépen a városvezetésnek, az iskoláknak, és nem utolsó sorban a szülőknek és a pedagógusoknak támogató segítő munkáját. Külön köszönöm az élményeket, melyeket egy mosoly, egy huncut pillantás köt össze, és csak mi tudjuk, hogy milyen nagyszerű dolgokat lehetünk részesei. És engedjék meg, hogy záró gondolatként egy számomra fontos személytől hallott történettel búcsúzzam el önöktől, és ugyanakkor egyben a kollégáimtól is, hiszen úgy hozta a sors, hogy nehéz szívvel, de a mai napon a projekt zárásával egyetemben a művelődési háznál végzett munkám is lezárul. Köszönöm önöknek az együtt töltött időt, a szép perceket és a pillanatokat. A ceruza meséje. A gyermek nézte a nagyapját, amint levelet írt. Egy adott pillanatban megkérdezte tőle. Olyan mesét írsz, ami velünk megtörtént. Vagy talán egy rólam szóló történetet írsz. Nagyapja félbehagyta az írást, és mosolyogva ezt mondta unokájának. Igaz, rólad írok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza, amiben írok. Szeretném, ha ilyen lennél te is, amikor megmondsz. A gyermek értetlenkedve nézte a ceruzát, mivel semmi különöset nem látott rajta. De ez olyan, mint az összes többi ceruza, amit életemben láttam. Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. A ceruzának 5 értéke van, amit ha sikerül megtartanunk, olyan emberré válunk, aki egész életében békében fog élni a világban. Az első érték. Tehetsz nagy dolgokat, de soha ne feledd, hogy létezik egy lépteinket vezető kincs. Ezt a kezet Istennek nevezzük, és ő vezet mindig kívánságba személyeket. A második érték. Időnként abba kell hagynom az írást, hogy megjegyezzem a ceruzát. Ez kevés fájdalmat okoz a ceruzának, azonban végül élesebb lesz. Tehát el kell tudnod viselni a fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá téged. A harmadik érték. A ceruza megengedi nekünk a radír használatát, hogy kitöröljük azt, amit éles. Meg kell értened azt, hogy kijavítani egy dolgot nem jelent feltétlenül rosszat, a legfontosabb az, hogy megmaradjunk az igaz, egyenes úton. A negyedik érték. A ceruzának nem a fája vagy külső formája a fontos, hanem a benne lévő grafit. Ugyanígy gondolt azt, ami benne történik. És végül az ötödik érték. Mindig nyomot hagy. Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is az életedben, nyomokat fog hagyni. Ezért meg kell próbálnod minden tettedet tudatosítani. A
továbbiakban pedig beszéljenek helyettem a képek, és nagyon